Jó ütemben halad a Radnót maroskece autópálya szakasz kivitelezése a Pro infrastruktúra egyesület felvételein jól látható, hogy ez a szakasz csak nem teljes egészében elkészült, csak a Maroskecei bekötőnél maradt még némi munka. A Radnót melletti pályát keresztező országút felüljárójának tartó elemeit felállították, itt már csak apró simítások maradtak. A Radnót-Maruskece közötti szakasz építője júniusra ígérte, hogy meglesznek minden munkálattal, és átadják a közel 18 km szakaszt. Ha ez megtörténik, nyáráttól is Maruskece között folyamatosan lehet majd haladni az autópályán. A Maruskece és gyíres közötti részen viszont nagy gondok vannak. A fővállalkozó ugyanis jogi felszámolás alatt áll, nem fizette ki az alvállalkozókat, így azok vagy nem dolgoztak, vagy gyócskán elmaradtak a határidőktől. A legrosszabb forgatókönyv szerint, amennyiben a bíróság kimondja a fővállalkozó csődjét, a pályaszakasz kivitelező nélkül marad, így új versenytárgyalást kell kiírni.